Hát sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ugye megígértem, amikor kirúgták Lékenzt, hogy megpróbálom azért figyelemmel követni a pályafutását. Ő gondoskodott arról, hogy ez nehéz legyen, hiszen Afrikába igazolt, Tunéziába. Egy, hát, tunéziai szinten, vagy afrikai szinten, mondjuk így, egy elég patinás csapathoz, ahonnan mennyi 7 meccs után, vagy 8 meccs után megváltak tőle közös megegyezéshez. Annyira bírom ezeket a közös megegyezéses dolgokat. Az az érdekes az egészben amúgy, hogy abszolút nem, hogy mondjam, nem mennek jót rosszul. Ugye a 7-8 meccs alatt egy veresége volt, volt pár döntetlen, voltak győzelmek, a csapatával a bajnokságnak a 7. helyén volt, és igazából még ezzel nem is lett volna probléma, mert hát ha azt nézzük, 7-8 forduló telt el, ez még a bajnokság eleje, még nálunk se rúgnának ki a Fraditól edzőt ilyen miatt valószínűleg, vagy a Viditől se. Viszont Lékenz ugye nyilatkozott egyet, és abban azt mondta, hogy ennek az oka az volt, hogy a vezetőséggel másak voltak az elképzelések. Ő szeretett volna játékosokat igazolni, ehhez ugye kell pénz, ő kinézett játékosokat, azt mondták őket nem, meg ez az amaz, és hát mondjuk ki vitába szállt a vezetősége, gyere, hát hányszor mutassam még, hogy gyere. Szóval elutazott Lékenz csávó, de rég mondtam ezt így, Lékenz csávó, elutazott Belgiumba a lánya esküvőjére, és ezt így ő nyilatkozta, hogy elutaztam a lányom esküvőjére, és már nem kellett visszamennem sehova. Ugye feltételezem telefonon, közölték vele, hogy akkor már nem kéne bejönni dolgozni, és azt mondta, hogy ő ennek körül, mert akkor most így ihat, pihenhet, mint hogyha olyan nagyon szétdolgozta volna magát eddig bárhol is. Mindegy, az a lényeg, hogy hát Lékenz ismét egy rövidebb időt töltött egy csapatnál, ahol hát ugye azt mondtuk, hogy a belga válogatottnál lőtette le az alapokat, és annak a belga válogatottnak az alapjait, amelyik ugye most bronzérmet szerzett a VB-n, és hát úgy néz ki, hogy itt is letette az alapokat, majd más learatja babérokat. Figyeljétek meg, hogy az lesz, hogyha most teszem azt, ez a tunéziai csapat megnyeri a bajnokságot, akkor majd az jön, hogy hát ő tette le ott az alapokat. Nem bántani akarom, mert már abszolút nem érdekem, hogy bántsam. Csak hát ismerjük őt, mint a rossz pénzt azért. Azért egy pár hónap alatt azért sikerült kiismerni, ugye annó rengeteget cikkeztek róla, főleg amikor nem jöttek az eredmények. Akkor azért így elkezdtek a múltjában vájkálni, meg hát ugye nálunk ez úgy működik, hogyha igazolnak egy edzőt, főleg a külföldi, akkor az összes újságíró, na akkor hol dolgozott eddig, mit csinált, milyen volt a széklete, mindenről információkat kezdenek el gyűjteni. És ugye ez Lékenz esetében sem volt másképp, tehát ismertük a karrierjét már elég behatóan. Úgyhogy majd figyelni fogom még Lékenzt, hát biztos vagyok benne, hogy a Nemzeti Sport, vagy hát ugye a magyar újságok cikkezni fognak arról, hogy végül hova igazolt, vagy hogy mi van vele, mit csinál. Én szerintem ilyen, hát ugye a kirúgások a ligákban az olyan hát január-február környékén szoktak igazán elkezdődni, majd akkor lehetséges, hogy talál csapatot magának. Én szerintem őt ismerve nem fog Belgiumban maradni. Ez az afrikai vonal, ez neki valamiért bejött. Őt ott valamiért szeretik. Ugye volt a tunéziai válogatottnak is a kapitánya korábban. Akkor volt ugye ez a, hogy tehát ő már akkora sztár volt ott, hogy ilyen helyi Coca-Cola-s reklámot forgattak vele a tunéziai piacra. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én szerintem másfél-két hónap múlva azért majd fogunk hallani róla, de biztos vagyok benne, mondom, hogy a magyar újságírók, ezek a sportújságok főleg majd beszámolnak az ő karrieréről. Én minden jót kívánok neki a továbbiakban is. Én azt gondolom, hogy ezek annyira nem rossz eredmények, tehát nem mennek ki ott annyira rosszul. Én át tudom képzelni, hogy tényleg itt ebben az esetben arról van szó, hogy a vezetőséggel összekülönbözött,
nem hiszem, hogy az ő saját fizetésével, hanem amit úgy elmondott, hogy a játékos állománnyal volt problémája, meg ilyesmi. Én el tudom képzelni, hogy ez most jelen pillanatban megfelel a valóságnak, mert szerintem egyiküknek sem érdeke hazudni. Úgyhogy hát sok sikert kívánok, kedves Lékenz csávó. Aztán majd még nyilatkozok róla, vagy hát majd még lesz videó róla. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!